Köszönöm szépen, képviselő úr! Tisztelt képviselőtársaim, ismételten szeretettel köszöntöm valamennyiüket, folytatjuk az ülést. Következő felszólaló a Fidesz képviselő csoportjából Lázár János képviselő, aki beszédét innen, felszólalását innen az MNV-ről mondja el. Megvárom, még leveszi a maszkját. Képviselő, parancsoljon képviselő, ön jösszük. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőház! Nem azért nem a helyemről beszélek, mert vissza akarok élni a türelmükkel, vagy a hangerőmet akarom erősíteni, hanem az oszlop mögé kerültem a pandémia hatására, és lehet, hogy a politikában is, így onnan nehezebben lennék látható és hallható. Ezért gondoltam azt, hogy ha már ritkán szólásra vetemedem, akkor most megragadom az alkalmat, hogy innen próbálok önökhöz szólni. Természetesen két előterjesztés kapcsán veszem a bátorságot, hogy a tisztelt képviselőtársaimnak néhány szempontot megfontolásra ajánljak. Az egyik a TPER 15710-es, a második pedig a TPER 15725-ös előterjesztés. Mind a kettő törvényjavaslat a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal, nevesül a második, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvánnyal foglalkozik. Teszem ezt két minőségben, egyrésztről, mint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemet fönntartó állam által alapított közérdekű vagyonkezelő alapítvány alapítványának kurátora, másrésztről pedig a második törvényjavaslatban a Jövő Nemzedék Földje Alapítványban érintett mezőegyesi földekért felelős önök által, illetve a végrehajtó hatalom által megbízott kormánybiztos. Nyilvánvaló, hogy ennek a vitának két metszete van. Az elmúlt mintegy hat órában elsősorban a közfeladatról, a közérdekről, a közcélról, döntő mértékben a felsőoktatás sorsáról esett szó. Ennek Hiller tanár úr, Pósán tanár úr és más felsőfokú egyetemi tanítást végző képviselő társaimmal szemben nem vagyok szakavatott tudója, nem venném magamnak a bátorságot, hogy a felsőoktatás reformja kapcsán a bölcsesség mindentudó kövéről szóljak, de azt mindenféleképpen fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy abban valóban Hiller Istvánnak igaza van, hogy teljes nemzeti konszenzus létezik Magyarországban a tekintetben, hogy erős Magyarország nemzeti szuverenitás, önrendelkezés elképzelhetetlen tudás nélkül, versenyképes tudás nélkül, amely megadja a fölzárkózás, az integráció lehetőségét az egyén és az ország számára is. Tehát, hogy a tudás érdekében, a tudás bővítés és a kiművelt emberfők számának növelése érdekében zajlik a vita mindkét fél oldaláról, ebben egészen biztos vagyok. De az a kérdés, hogy vajon, ha mindenki elégedetlen Magyarországon a felsőoktatással, a felsőoktatás eredményével és teljesítményével, akkor a tartalom vagy a forma fogja megváltoztatni a felsőoktatást. Létezik-e tartalmi reform formai reform nélkül, és önmagában a formai rendszerváltás az jelenthet-e tartalmi változást? Én azt gondolom, hogy a régi formához ragaszkodni, státuszkonzervatív álláspontot képviselni azért nem érdemes, mert a régi forma nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ha a jelenlegi egyetemi fönntartói struktúra jól működne, akkor nem ezek az eredmények lennének. És valóban igaza van Hiller Istvánnak abban is, hogy ne a nemzetközi benchmarkokhoz vagy számokhoz mérjük magunkat, hanem nézzük meg, hogy mit mondanak a munkaadók, vagy nézzük meg, hogy mit mondanak a hallgatók maguk az egyetemek teljesítményéről. Az Agrár és Élettudományi Egyetem átalakítását másfél éves előkészítő munka előzte meg, ahol világos volt, hogy mindenki változást akar. A hallgatók, a szenátus, a tantestület, és természetesen a gazdasági érdekképviseletek is, hiszen nincs olyan magyar munkaadó Magyarországon, aki a munkaerő végzettségével, fölkészültségével általában elégedett lenne. Vannak iparágak, ahol jól mennek a dolgok, de összességében a magyar munkaadók, akiket mégiscsak az a cél, hogy a köznevelés és a felsőoktatás végül is kiszolgáljon, hogy a munka segítségével minden ember boldogulni tudjon, összességében elégedetlenek a teljesítménnyel. Én ennek a megfontolására biztos, hogy késztetném és biztatnám a képviselőtársaimat, hogy vajon nem érkezett el az ideje, lehet, hogy későn, annak, hogy egy komoly formaváltáson essen át a magyar felsőoktatás, elsősorban a fönntartói oldalt nézve. Én ebben az előterjesztésben nem látom, hogy az egyetem működése, autonómiája, az alaptörvényben garantált felsőoktatási függetlenség, a tudományos szabadság sérülne. Ezt nyilvánvaló majd alkotmányossági vitává lehet tenni, de ez az előterjesztés nem erről szól. Ez az előterjesztés arról szól, hogy a fönntartó hogyan lehetne produktívabb, hogyan lehetne hatékonyabb,
és hogyan lehetne jobb gazdája a rábízott felsőoktatásnak, illetve hát az egyetemi világnak. Én nem értek azokkal egyet, akik azt gondolják, hogy mi kiszervezzük a lehetőségét annak, hogy befolyásolják a felsőoktatás jövőjét, ízlésük, kényük, kedvük, illetve hát jobban mondva a választók megbízása alapján megváltoztassák a felsőoktatás vonalát. Azért, mert két eszköz mindenféleképpen itt marad. Az egyik a szabályozás a parlamentnél. A szabályozás továbbra is a parlamentnél van, a szabályozó az a törvényhozó továbbra is, tehát a felsőoktatás játékszabályait azt a törvényhozás hozza meg. A másik pedig a költségvetés, amit szintén egyszerű többséggel fogad el a parlament, és valóban minden kormányzásnak az attribútuma a legfontosabb pontja, hiszen abban nyilvánul meg az, hogy mit gondolunk erről az országról, ennek a közösségnek a jelenéről és a jövőjéről. Hát az államilag támogatott szakoknak a számát és a földet hallgatók számát, azt a költségvetés alapján a mindenkori miniszter és minisztérium határozza meg. Ez ezzel a javaslattal nem változik, tehát a két leglényegesebb pont, hogy kik tanulhatnak állami támogatással, mekkora lesz az ehhez nyújtott büdzsé, és milyen keretek, játékszabályok vonatkoznak a felsőoktatásra, nem változik. Másrésztről pedig fölhívnám arra is a figyelmet képviselő társaim számára, hogy azt tapasztalom, hogy a Agrártudományi Egyetem lehet, hogy egy szűk metszet. 14 ezer diák és egy kis közösség, egy szakmai egyetem, ahogy Hiller István mondta, de hát az ottani állapotok, amit ott tapasztaltunk, az a 24. óra utolsó perce. Olyan rossz állapotban van maga az egyetem, maga az egész képzés, ami természetesen rávilágít az agrárvilág ellentmondásaira és nehézségeire. Magyarán önök itt idealizálni próbálják a magyar felsőoktatás jelenlegi helyzetét, az elmúlt 30 év gyümölcseként mutatják be mindazt, ami van, de aki bemegy az Állatorvostudományi Egyetem mai épületébe, aki bemegy az Agrártudományi Egyetem kampuszaiba, az nem azt látja, hogy ott minden rendben van, az azt látja, hogy ott minden probléma inkább és változást igényel. Ha innen nézem a kuratóriumot, akkor szerintem egy fontos dolog, hogy az Audi alá nyúl, ne haragudjanak, és elsősorban az utókar ne haragudjon a jegyzőkönyvbe, hogy ezt a szót használom, alá nyúl a Győri Egyetemnek, vagy a Győri Középfokú Oktatásnak. Szerintem helyesli az OTP csoport és a Bonafarm alá nyúl a földön vergődő, inkább színlődő magyar agrárfelsőoktatásnak. Én ebben nem látok politikai, társadalompolitikai kockázatot. Vannak, akik támadják ezeket a gazdasági szereplőket, de azért összességében a józanul gondolkodó parlamenti képviselőtársaim nem vitathatják el azt, hogy vannak magyar üzleti sikerek, és ezeknek az üzleti sikereknek a kovácsolói, azok jó, hogyha ott ülnek az egyetemi fönntartói testületekben. Tehát én azt gondolom, hogy erős Magyarország felsőoktatási rendszerváltozás nélkül nincsen. Lehet kritizálni a kormányt, hogy ez lassú volt, lehet kritizálni a kormányt, hogy későn jutott erre a fölismerésre. De hogy változtatni kell, abban egészen biztos vagyok. A felszólalásom azonban nem erről akart szólni, csak több képviselőtársam a Fideszből, a KDNP-ből és Hiller István az MSZP-ből olyan kiváló felszólalást mondott, hogy muszáj volt ennyiben az elhangzottakra reagálnom. A felszólalásom az eszközről akart szólni, az állami vagyonról. Mert ugyan egy különleges metszetben néhány mondat esett az állami vagyon ebbéli szerepéről és jelentőségéről, de itt azért arra hívnám fel képviselőtársaim figyelmét, hogy valóban ez a javaslat az állami vagyon egy részével való gazdálkodás újragondolását is jelenti. 2008-ban a Baross Gábor Társaságban volt egy konferencia, ahol Kovács Árpád arról mesélt, hogy a rendszerváltozás idején azt sem tudták, mennyi vagyon van a magyar államnak. A földhivatali nyilvántartásokban 300 ezer helyrajzi szám volt, a ÁVÜ-nél pedig 150 ezer. Azt mondja az állami számvevőszék 2003-ból, hogy a magyar állam 4 ezer milliárdot veszített 90 és 2002 között. A privatizáció nyakló nélkül folyt például Mezőhegyesen 2002 és 2010 között. 1000 milliárdos privatizációs bevételék tartották lélegeztetőgépen az akkori SZDSZ-es és MSZP-s kormányt. 2010-ben a magyar állam vagyonát 10 ezer milliárdra becsülték, 2019 és 20-ban ez a becslés körülbelül 17 és 18 ezer milliárd forint. Tehát 70%-kal növelte az önök által általában korrupcióval, a transzparencia hiányával és a józan gazdálkodás felelős és józan gazdálkodás hiányával vádolt kormány 70%-kal növelte ennek az adófizetői közösségnek a vagyonát. Szerintem a törvényhozásban,
ahol nem csak a kormánypárti képviselőknek és a minisztereknek kellene jelen lenni, hanem az egyébként ellenőrző funkciót ellátó ellenzéki képviselőknek is, akik szintén szerény létszámban képviseltetik magukat, nyilván a téma érdektelensége okán. A törvényhozásban azt az intellektuális vitát is le kell folytatni a felsőoktatási vita mellett, hogy vajon az államnak mi a kötelessége a megszerzett, visszavásárolt vagy fölépített vagyonnal. Csak a cég vagyonunk 5000 milliárd forint. Van-e joga a végrehajtó hatalomnak folyamatosan a kor változásainak megfelelően újabb és újabb eszközöket keresni arra, hogy ez a vagyon a közjavát szolgálja, de a jógazda gondossága is érvényesüljön? Én nem vagyok elégedett azzal, hogy a magyar állam kezeli jelen pillanatban a közvagyont. Nem arra gondolok, hogy ellopják, vagy ellopjuk, hanem arra gondolok, hogy nem elég hatékony. Egy bürokratától, egy államtitkártól, vagy egy helyettes államtitkártól egy kormány sem várhatta azt, hogy hatékony legyen az állam kezelése, az állami vagyon kezelése. Én jó lelkiismerettel tudom majd megszavazni azt a törvényjavaslatot, amely állami vagyonelemeket jogi és személyes felelősséggel, nem politikai, mint önök, vagy a kormánytagjai, hanem személyes jogi felelősséggel fölruházott emberekre bízza az állami vagyon, de nem korlátlanul, közfeladattal és közcéllal. Ez a vagyon, bár a törvényjavaslat preambuluma azt mondja, hogy magánjogi szereplő, de valahol mégiscsak, jogász lévén megengedem magamnak ezt a tudományosságot, valahol mégiscsak a közjószág és a magánvagyon között van, hiszen olyan vagyonelem, amely közfeladattal és közcéllal terhelt. Tehát nem veszíti el a közpénz a közpénzi jellegét, mint ahogy sokan ezt szemünkre hányják, hanem megmarad a vagyon, amit jogi felelősséggel felruházott alapítványok és kurátorok kezelnek, a közjó érdekében, felelősségre vonhatóan, közfeladat és közcél teljesítés érdekében. Ráadásul ennek a vagyonnak a jövedelme a közfeladatot és a közcélt kell finanszírozza. Mezőegyesen én azt javasoltam a kormánynak, hogy legyen egy olyan konstrukció, amely kizárja annak a lehetőségét, ami a szocialista kormány alatt megtörtént, hogy a Ménes birtokot egyszer már privatizálták, a fideszesek egy része meg el akarta adni az állami földet 2016-ba. Az állami földtulajdon állami tulajdon marad. Vagyonkezelő jogot kap az alapítvány, a vagyonkezelő jog azonban elidegenítés és terhelési tilalom alatt áll, amit bejegyeznek a földhivatalba. A vagyonkezelés jegyében ezt a földet bérbeadja a saját maga által 100%-ban tulajdonult cégnek, amelynek a részvényei azonban szintén elidegenítési és terhelési tilalom alatt állnak, csak az állam veheti meg. És a befolyt osztalékból, valamint bérleti díjból finanszírozza azt a közfeladatot és a közcélt, amelyre jól mutatott rá Gurmai képviselőtársam, annak ellenére, hogy nem volt fair és nem volt korrekt a hozzászólása, Békés megye délbékés fölzárkóztatása, az ottani mezőgazdasági szakképzésben tanuló diákok számára a lehetőség biztosítása, a közoktatás, köznevelés finanszírozása, szakképzés finanszírozása, a város támogatása. Tehát a kuratórium a befolyt osztalékkal nem tehet mást, mint hogy erre a közcélra fordítja a pénzt, és felel ennek a vagyonnak a működtetéséért, használatáért. Fölhívnám képviselőtársaim figyelmét még a hátralévő rövid időben, hogy Franciaországban, ahol az állam erejét az állam vagyonának mérete és az állam gazdasági befolyása mindenképpen meghatározza, ott vagyonkezelő alapok léteznek. Befektetési alapokban van szervezve az állami vagyon, mint ahogy Portugáliában is. Tehát az, hogy az állam gazdálkodik a vagyonával, és régi formák helyett újat keres, ez még önmagában nem ördögtől való. Az a kérdés, hogy vannak-e garanciális szabályok, és erről lehet vitatkozni. Mezőhegyes esetében biztos, hogy vannak garanciális szabályok. Elhoztam a mezőkovácsházi földhivatalból egy földhivatali nyilvántartási lapot, hogy most mi van bejegyezve. Ma a mezőegyesi föld korlátozás nélkül eladható, értékesíthető. Ha elfogadják a javaslatot, akkor széljegy kerül rá, vagyonkezelő jog, amely elidegenítési és terhelési tilalom alatt áll. A mezőegyesi ménesbirtok jól mutatja azt, hogy egy állami földterülettel, amit eladtak, majd visszavásárolt az állam, részben Szigetvári Viktornak, Gyögös Zoltánnak és a fideszes képviselőtársaimnak, kormánynak köszönhetően sikerült megmenteni, ott mégiscsak az érvényesül, hogy a magánérdeket fölülírta a közcél, és ezért próbáljuk ezt a konstrukciót létrehozni, hogy soha nem erüljön fel újra a lehetősége annak, hogy ez a vagyon ne
közcélt, közfeladatot, hanem magánvagyont vagy magáncélt szolgáljon. Ki akarjuk zárni a privatizáció minden formáját, lehetőségét, és természetesen, hogy ez lényeges vita majd a részletes vita résznél, hogy a mezőegyesi állami földeknek milyen közcélt kell szolgálnia, közoktatás, mintagazdaság szervezése, stb., amire a törvényhozás majd felhatalmazza a kormányt, és a kormány létrehozza ezt az alapítványt. Tehát én azt gondolom, képviselőtársaim, hogy kicsit heves a vita, a lényegről kevés szó esik, túl sok a pártpolitikai szempont a választások előtt egy évvel, de azt gondolom, hogy a személyes lelkiismeretem is tiszta, mindannyiójukat, Gurmai Zita képviselőasszonyt különösképpen várom Mezőegyesre, hogy megmutassam azt, hogy az állam vagyonát, államföldjét hogy lehet jól működtetni a közjavára, és hogy ez hogy marad így a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Következő felszólaló a DK képviselő csoportjából Varga Zoltán.